Kovács László és felesége immár 10 éve hetente 3-szor finom magyar ételt szállítanak házhoz idősebb emberek számára Torontóban. Ha valakinek megtetszett ez a lehetőség, csatlakozzanak és vegyék igénybe ezt a nagyszerű szolgáltatást. Bizonyára sokan ismernek engem a magyar közösségből, mind a magyar rendezvényekről, akár a Milán Banquet Hallban, akár egyéb más rendezvényeken. Nagyon sok ilyenben részt veszünk, próbáljuk szervezni is őket. Azon kívül, amiért most itt vagyunk, van nekünk egy nem ilyen látványos és nem ennyire publikus szolgáltatásunk, amit viszont sokkal régebb óta és a magyar idős embereknek hoztunk létre, és csináljuk ezt a szolgáltatást. Ez gyakorlatilag egy étel kiszállítás egy helyszínre és kimondottan idős embereknek. Amit tudni lehet erről a szolgáltatásról, 10 éve működik, tehát ezért is mondjuk, hogy egy igen stabil, de nem igazán publikált és nem igazán a nyilvánosság előtt zajló, de egy nagyon-nagyon jó szolgáltatás az idős embereknek. A lényege, hogy ebédet magyar, igazán homemade, tehát házi készítésű ebédet és idős emberek részére fogyasztható ebédet készítünk és szállítunk ki. Heti rendszerességgel, heti 3-szor, hétfő, szerda és pénteken. A terület, amit jelen pillanatban, mivel ez egy családi vállalkozás, jelenleg korlátozott Torontó területére és Torontónak a keleti részén a Don Valley Parkway-ig, valamint egészen Etobicoke-ig és Mississaugának úgymond a keleti oldala, az, amit mi be tudunk jelen pillanatban venni ebbe a szolgáltatásunkba, és erre a területre koncentrálódik a szolgáltatásunk. Tehát amit említettem, is heti 3-szor szállítjuk, hétfő, szerda és pénteken. Minden héten új menü van készítve. A menükben kétféle levest ajánlunk minden szállításnál, kétféle levest, ötféle főételt, hatféle salátát. A menük csak és kizárólag, mint ahogy mondtam is, magyar ételek, változatos ételek, tehát minden sorozatban, menü sorban megtalálhatók a tésztafélék, a zöldségek, a húsételek, főzelékek, tehát egy széles spektrummal dolgozunk. Ahogy említettem is, ez egy családi vállalkozás, a feleségem főzi az ételeket, csak és kizárólag természetes anyagokat használ, frissen és úgy vásároljuk az ételeket gyakorlatilag napra készen, nem használunk fagyasztott dolgokat. Az ételeket előtte nap készít el a feleségem, lehűtjük, porciózzuk és hűtve, biztonságosan hűtve szállítjuk, ami lehetőséget ad arra, úgy és olyan mennyiségben fogyasszák, ahogy őnekik ez jól esik. Figyelembe vesszük az idős embereknek a úgymond a betegséggel vagy öregkorral járó dolgait, tehát így a cukorbeteg vagy egyéb, bármilyen kérésük van, mi akár személyre szabottan is el tudjuk készíteni az ételt. És még egy érdekesség ennek a szolgáltatásnak, amit feltétlenül meg szeretnék említeni, hogy azon kívül, ugye, hogy mi ételt szállítunk és ezzel szolgáltatást nyújtunk az időseknek, egy bizalmi kapcsolat is kialakul, ugyanis mi személyre szabottan házhoz szállítjuk, befogadnak, beszélgetünk. Az idős embereknek néha teljesen úgy tűnik, és úgy az a tapasztalatom, hogy egy különleges alkalom. Tehát, hogy egy példával éljek, hogy akármi történik, ugye mi elég biztosan és időben szállítjuk az ételeket minden alkalommal. Ha bármi ok miatt én kések, vagy esetleg ez legyen fél óra, nekem soha fel nem kell hívnom őket, mert ők hívnak engem, hogy Lacikám, történt valami, Lacikám, minden rendben van. Tehát ő náluk egy egészen más kapcsolat alakul ki egy ilyen szerviznél, és ez nekünk is egy nagyon-nagyon jó érzés, és egy nagyon jó kontakt lehetőség, mert ők egyedül vannak, otthon vannak, várnak minket. Nem kimondottan csak az ebéd miatt. Nyilván sokkal több embernek szüksége van erre a szolgáltatásra, mint akik eddig hallottak rólunk.
Tehát akinek felkeltette a figyelmét és érdeklődne ez a szolgáltatás után, az kérem hívja a TV telefonszámát, és bővebb információt fognak kapni róla.